kocsmában pár barátommal alapítottuk a mércét, ami most már 10 éves, bár annak idején kettős mércének hívták még. Ebből lett 2017 novemberében a mérce. Anyukám egyedül nevelt föl, és a magyar államnak dolgozott, mint szociális munkás, úgyhogy gyerekkoromtól kezdve láttam azt az igazságtalanságot, ami sajnos egyre fokozódik ebben az országban. Az én baloldaliságomnak ez az egyik ilyen meghatározó pontja, hogy hogyan lehet azt a mérhetetlen szegénységet, meg lecsúszást, azt az alsó középosztálybeli dolgozói szegénységet, ami Magyarországon van, ma nem is teljesen megszüntetni, de legalább kezelni valahogy. Az az út, amit az elmúlt 3 évben bejárt, amióta közösségi finanszírozásból működtetjük a lapot, az szerintem igazából egy remény ennek az országnak is valamilyen módon. Tehát 0 forintból, az elhivatottságunkból nem oligarchák, nem pártok, nem mindenféle háttéremberek támogatásával, hanem a saját két kezünkkel építettük fel ezt a lapot, és igazából ez megmutatja nem csak nekünk, nem csak az olvasóknak, hanem bárkinek, aki bármilyen politikai projektbe akar fogni, hogy ezt meg lehet csinálni, és meg lehet csinálni függetlenül attól, hogy milyen politikai erők vagy gazdasági erők milyen befolyást akarnak gyakorolni rád, és hogyan akarják eltéríteni a projektedet attól a céltól, amit el akarsz érni.